Fényképeket nézegetni jó, nosztalgiázni a régi időkben, mi történt velünk évekkel ezelőtt. Egy ilyen időutazás izgalmas lehet akkor is, ha nem mi vagy családtagjaink benne a főszereplők, de egy város. A Kazinczy Ferenc Múzeum a közgyűjteményi digitalizáció jegyében a tulajdonában lévő fotók feldolgozását kezdte el. A régi papírfényképeket beszkennelik, az üvegnegatívokat is számítógépre viszik. Így indított a múzeum egy sorozatot, saját közösségi oldalán keresztül, ahol megmutatják, milyen volt Sátoraljaújhely annó. Egy hatalmas állományról van szó, és arra gondoltuk, hogy még nincsen ugyan véglegesen minden anyag szkennelve, nem tudjuk mi magunk sem, hogy milyen kincseken ülünk itt a múzeumban, de megosztunk egy néhány adhok módon érdekesnek ítélt képet, és hát kitaláltunk valóban egy ilyen kifejezetten Sátoraljaújhely régi életéhez köthető sorozatot, ahol nem csak a képeket közöljük, hanem egy-egy rövid történetet, néhány soros leírást adunk a kép hátteréről, és hát az a tapasztalat, hogy pár napja vagy egy hete indult el ez a dolog, hogy valóban nagyon népszerű, és egy nagy felfutás van most a közösségi oldalunknak ezáltal, hogy mindenképpen szeretnénk folytatni, és hát arra biztatunk mindenkit, hogy látogassa ezeket a bejegyzéseket. Nem csak a múzeum gyűjti és értékeli a régit, Dúl György civilben optikus, magánemberként viszont szenvedélyes gyűjtő, minden érdekli, amely Sátoraljaújhelyhez köthető. Volt már kiállítása a város zsidó hagyományaiból, de láttunk több száz darabos képeslap gyűjteményéből is katalógust. A legutóbb az 1950-es években készült újhelyi városrendezési terv előtt készült fényképalmumot tette láthatóvá. Szeret beszélgetni az idősekkel, mondja, így hamar megnyílnak neki, és szívesen adják át ezeket a fotókat és tárgyakat. Ezelőtt egy 10 évvel körülbelül a Zemplén hadtörténeti egyetületet csináltuk, és akkor nagyon sok idősebb beszélgetünk, és sok fotót kaptam, katonafotókat, és mindig így megakadt a szemem Sátoraljaújhelybe. Ilyen gyönyörű képek voltak, régi képek, és ugye elkezdtük gyűjteni a fiammal a képeslapokat. Tulajdonképpen az volt a lényege, hogy a háború előtti gyűjtöttük, de hát mindenevő az ember, elhozza a háború utániakat is mai napig, és mai napig is, mivel hogy optikában dolgozom, számtalan esetben bejönnek hozzám idősek, és mindig mondom neki, hogy tessék már mondani, nincsen egy ilyen régi kép a felvonulásra, új hely, mert szeretnék ilyen régi épületeket. Hogy ne volna, azt mondja, behozom, szívesen elhozzák. Nem csak a magángyűjtő, de az Újhelyi Múzeum is szívesen fogadja a régi hagyatékban maradt fényképeket és kordokumentumokat. A legjobb helye ezeknek a múzeumban van, mondja az igazgató, ahol az érdekes fotókat kiállítják vagy bemutatják, mert ami az egyik embernek értéktelen kacat, az az intézmény vagy a város szempontjából jelentős kordokumentum is lehet. Papíralapú fotózás mindenképpen kihalóban van, erről a fotósok biztos többet tudnak, mint én. Azért a régi anyagokban nálunk nem csak papírfotók vannak, hanem üvegnegatívok, ami teljesen más technika, még archaikusabb, ugye ezeknek a digitalizálása is problémásabb. De valóban sokaknak ez nem érték, hogyha meghal valaki örökös nélkül, vagy a örökös nem tartja fontosnak, hogy a családi emlékezetnek ezeket a tárgyasult formáit megőrizze, akkor bizony ezek elveszhetnek, örökre elpusztulhat. És hát fontosnak tartjuk, hogy egy közgyűjteményben minden ilyen anyagot gyűjtsünk össze, még akkor is, ha elsőre talán nem tűnik különösen értékesnek vagy érdekesnek, de sokszor több száz fotóban lehet egy-kettő olyan, ami várostörténetileg, sőt akár országos történet szempontjából is jelentős. Közelmúltban találtunk olyan képeket itt a gyűjteményünkben, ami a 1938-as határnyitásnak az új helyi eseményeit rögzíti, ahol a korabeli híradások szerint 10 000-nél is több ember ment ki az utcára, és örült annak, hogy a Felvidék újra Magyarországhoz csatolták, és hát ennek a amatőr fotós által készített képei országos jelentőségű kordokumentumnak számítanak. Tehát mindenkit arra biztatunk, hogy semmiképp ne dobja ki a családi hagyatékban őrzött fotókat, jó helyen van a közgyűjteményben, és hát hozzá nyugodtan a múzeumba, és mi ezt szívesen fogadjuk bárkitől. A múzeum közösségi oldalán és honlapján már most elérhető több száz fénykép, tematizálva, szöveges kiegészítésekkel utazhatunk Újhely múltjában. Pozdišovská keramika bola celé 10 ročia najznámejším suvenírom slovenskej časti Zemplína. Motív roztancovanej karičky má podnes čestné miesto v dielni Ľubomíra Lipaja v Michalovciach.
Hlina i hrnčiarsky kruh ostali, avšak dnes ide iný sortiment. V tomto období už začíname pripravovať vianočný sortiment na vianočné trhy. Väčšinou robíme užitkovú keramiku a pri tomto sortimente, keď aj tu v peci vidíte, sú to zvončeky, aromalampy, šálky, magnetky, misy, košíky a podobne. Pri dnešných platoch východného Slovenska je to dosť drahý artikel. To je drina strašná, to tá keramika. Neviem, či by som sa rozhodla ešte raz tak znovu. Zdobený čbán s motívom obľúbenej piesne bol nielen na zemplíne, celé 10 ročia ideálnym darom pri významných životných príležitostiach. Aj poškodené kusy sa uchovávali ako pamiatka na tých, ktorým slúžili po celý život. Vďaka vypaľovaniu ohňom nikdy nevznikli dva rovnaké kusy. Každý bol originálnym umeleckým dielom. Čo sa týka farebnosti, tak pri výpale ohňom prevládajú lomené farby, čiže niekde na pomedzi červenej a hnedej, alebo zelená nie je ostrá zelená, ale vlastne dostaneme rôzne odtiene od svetlozelenej až po tmavú zelenú. Všetko záleží od hrúbky farby, ktorú nanesieme, a konkrétnych podmienok pri výpale, ktoré pri výpale drevom nie sú tak presne riaditeľné ako pri výpale elektrickou pecou. Paradoxne práve sériová výroba priniesla úpadok záujmu o originálne, ručne zdobené kusy keramiky. Nová doba však znamená aj nové možnosti. Ukázalo sa totiž, že pozdyšovská keramika má veľký potenciál v oblasti turistiky. Iba ťažko by ste totiž našli výstižnejší suvenír z tohto kraja. Výhodou obce Pozdyšovce je to, že sa nachádza medzi mestom Košice a Zemplínskou Šíravou, ktorá poskytuje 2000 ubytovaní. A bolo by veľmi vhodné zriadiť nejaké výrobné družstvo alebo menšiu fabriku, kde by si turisti mohli prísť, aby si ten turista mohol odniesť odtiaľ nejaký suvenír. V kedysi slávnej hrnčiarskej obci Pozdyšovce sa preto dali dokopy nadšenci hrnčiarskej tradície a v spolupráci s obecným úradom usporiadali naozaj originálne podujatie. Akcia Hrnčiarske dni, ktorej druhý ročník bol v roku 2017, je akciou, ktorá sa ako keby točí práve okolo výpalu tradičným spôsobom, čiže výpalu keramiky v peci drevom. Na tomto pracovnom postupe sme si odskúšali, že bola to vyložené kolektívna práca, pri ktorej sa žiadalo ten folklor udržiavať, či už rozprávania alebo piesne, alebo rôzne malé napieky, ktoré si potom hrnčiari robili. Hlavným motívom bola láska k tradícii, piesňam, dávnym príhodám a neopakovateľnému humoru hrnčiarov. Ukážku ponúklo známe Kladzanské divadlo na základe skutočnej príhody spred 70 rokov. Vtedy v rámci spolupráce tunajších hrnčiarov a profesionálnych výtvarníkov vznikol známy tanečný motív pozdyšovskej keramiky. Vy budete tam, rozumieť sa, ženy? Táto naša akcia teda pozostala z troch dní. Prvý deň bol vyložený pracovný, kedy prebiehal ten výpal. Potom ďalší deň bolo stretnutie na obecnom úrade v Pozdyšovciach, kde v rámci cyklu Hrnčiarstvo od inakiaľ nám predstavil Anton Drýmaj z obce Beluj pri Banskej Štiavnici podobu Beluského hrnčiarstva, ktoré nemá to šťastie a jeho folklór ani jeho pracovné podstupy sa vôbec nezachovali, pretože to hrnčiarstvo zaniklo už koncom 19. storočia. V nedeľu sme si na ako keby slávnosti hliny kultúrnym programom, folklórom, divadlom oslavili tú prácu hrnčiarov. Pri maľovaniu môžu piť len umelci! A figuranci musia buď v strižbe, bo vecka, oni keďže opijú figuranci, tá vecka na to tých vazičkoch by še im tackali tam na tých vazičkoch a všetko by še porozbijalo ľuďom doma. Veru tak, z Pozdyšoviec, Vlado Seman. Sárospatakon rendezték meg azt a konferenciát, amelynek keretében a hazai kórusmozgalom helyét és szerepét igyekeztek megtalálni a vendégelőadók és az érdeklődők. Még korábban 4000 kórus színesítette a hazai zenei életet, mára ez a szám lecsökkent 1200-ra. A zenei szakmában ismert és elismert szakemberek osztották meg véleményüket a térségben működő kórusok képviselőivel. Az állam természetesen különböző pályázatok útján próbálja támogatni a magyar kóruskultúrát is. Azonban valamennyi művészeti ágat figyelembe véve,
annyi pénze nincs a magyar államnak, hogy mindent támogasson. Tehát az értékeknek a kiválasztása, a megválasztása, egyáltalán az államnak a szerepe, hogy értelmes döntéseket hozzon ebből a szempontból nagyon fontos, mert az egész magyar zenekultúra megmaradása a tét. Az esemény színesítéseként két nagy múltú kórus közös koncertjét tekinthették meg az érdeklődők. Az 1975-ben alakult nyíregyházi Kantimus gyermekkar, a helyi Kodály Zoltán általános iskola, ma már világszínvonalú, sokszoros nemzetközi versenygyőztes énekara. Rendszeresen turnéznak Európa és a világ számos távoli országaiban. Fesztiválok, versenyek, nemzetközi zenei konferenciák gyakori résztvevői és vendégei. A kecskeméti Aurin leánykar 1998-ban alakult a Kodály iskola Mirákulum gyermekkórusának 15 év feletti lányaiból. 28 nemzetközi kórusversenyen 20 első, 6 második és 4 harmadik díjat nyertek, valamint több CD-t is készítettek, Európa számos országában jártak már. Közös koncertjüket hallgathatta meg az érdeklődő közönség a Sárospataki Bazilika Minorban. Ez egy kellemes találkozás, mert Szabó Dénes iskolában tanítottam évekig, és az ottani Kantimus fiúkórus karnagyos voltam. Mondhatni anélkül, hogy tanárom volt, sokat tanultam tőle, és az a hangzási ideál, amit ő képvisel, és amilyen zenéket ott Nyíregyházán kedvelnek, nevezzük ezt a Kantimus családot ilyen módon, az nálam is nagyon-nagyon bejött, bár ez nem teljesen ideillő kifejezés, és ez a fajta gyönyörű kórus hangzás, amit például angol kórusok képviselnek, a Tully Scholars, vagy a Sixteen, vagy a King Singers, ezeknek az útján indítottam én is a saját kórusomat, tehát tulajdonképpen most két olyan énekart fog hallani a közönség, amely mind a kettő elsősorban a tiszta énekléséről, a gyönyörű hangszíneiről és precizitásáról híres. Én nem tagadom, hogy természetesen a Kantimus eltelt 50 év alatt olyan sikereket és olyan híressé vált, hogy azért miatt még nem járunk, de dolgozunk rajta. A koncert alkalmával az is elhangzott, hogy a kórus mozgalom segítségre szorul Magyarországon. Ha valaki most itt volt a Sárospataki vártemplomba, azt is gondolhatná, a magyar kórus mozgalom él, virágzik, és minden rendben van. De a konferencián is nagyon sok aggódó gondolat hangzott el, vélemény, mert velem együtt úgy gondoljuk sokan, hogy Kodály országában ebben a pillanatban méltatlan állapotban van a kórus mozgalom. Az UNESCO a világörökség részévé választotta a Kodály módszert, miközben szerintem Magyarországon éppen megszűnt, vagy talán megszűnőbe van. Az egyedülálló hangzás világot másfél órás koncert keretében élvezhette a közönség. V polovici novembra sú Košice už pravidelne miestom Medzinárodného festivalu sakrálneho umenia. Je to unikátna prehliadka, aká nemá obdobu v žiadnej z krajín strednej Európy. November festival a Košice už neodmysliteľne patria k sebe. V tomto roku píše festival svoju 28. kapitolu. Termín festivalu sa odvíja od Sviatku svätej Alžbety, ktorá je patronkou mesta a zároveň aj našej gotickej katedrály. V priebehu dvoch týždňov festival ponúka návštevníkom podujatia rôznych žánrov. Zámerom je obsiahnuť všetky žánre sakrálneho umenia, od výstav, koncertov až po náročné diela, ktoré majú počas festivalu svetovú premiéru. Príkladom bolo oratórium s názvom Umučenie nášho pána Ježiša Krista z pera súčasného slovenského skladateľa Pavla Kršku. Tohtoročný festival sa konal v roku 500. výročia reformácie. Bola to príležitosť pripomenúť si, akú úlohu môže zohrať umenie pri zbližovaní kresťanov navzájom, najmä ako príklad pre ľudí mimo cirkvi. Umenie má schopnosť roznicovať ľuďoch lásku, krásu a dobro.
A zámerom festivalu od jeho počiatku, od vzniku, je spájať ľudí, vytvoriť priestor na vzájomné spoznávanie sa a porozumenie. Košická ekumena už má pekný pár rokov a myslím si, že má čo ponúknuť nie len kresťanom, nie len v tých rôznych denomináciách, ale myslím si, že má čo ponúknuť aj ľuďom, ktorí nevyznávajú vieru Pána Ježiša Krista. Premiéra spomínaného oratória bola v kostole premonštrátov, ktorý pravidelne slúži aj veriacim maďarskej národnosti. Prečo krížová cesta pred sviatkami narodenia, pred vianočnými sviatkami? Ja som povedal práve preto, lebo vianočné sviatky bez krížovej cesty by nemali význam. A krížová cesta bez vianočných sviatkov by nemohla existovať. Samotné oratórium je realizačne mimoriadne náročné dielo, v ktorom hudobné zložky doplňajú aj scénické kompozície. Stvárnili ich študenti Košického konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach. Ja som bol veľmi milo prekvapený, ako to cítia, ako to chápu, akí sú profesionálni, takže z toho mám veľkú radosť. Oratórium mapuje udalosti krížovej cesty, vychádzajúc z autentických textov Evanjelia. Účinkoval zbor Svätej Cecílie a Košický orchester. Prípravu oratória podporilo mesto Košice a hlavným organizátorom bolo Ekumenické spoločenstvo cirkví a cirkevných spoločností v Košiciach. Kde sa to ešte môže zúročiť podľa vás? No, podľa mňa vždy a všade. Len treba dať vždycky adekvátnych umeleckých spolupracovníkov dokopy. To znamená, že predovšetkým zbor, pretože to dielo je postavené dosť na zbore. Ty už tretie oratórium, ak sa neviem. Oratórium, áno, tak to bolo najprv našich košických mučeníkov, to som sa tiež veľmi potešil, pretože bolo tiež také. A potom o Cyrilovej metodovej, ale toto zvlášť. Pre mimoriadnu náročnosť takéto diela nevznikajú každý rok. Napriek tomu sa dá hovoriť o tradícii košických oratórií, ktorých spoločným menovateľom je skladateľ Pavol Krška. Ďaká Bohu, nech mu Pán Boh dá nové inšpirácie a zase prídeme sa zadívať i zamýšľať spolu s ním nad ďalšími obrazmi alebo ďalšími témami. Toto je z jeho strany podľa môjho názoru veľmi krásne dielo a to dielo môže byť podľa môjho názoru hrané nie len vo veľkonočnom čase, ale skúdno aj v tomto dušičkovom. Všetko klapalo ako malo, akustika je tu veľmi super. Toto dielo má jednu veľkú výhodu a jednu nevýhodu. Výhodou je to, že spája ľudí, ktorí majú blízko k týmto témam a nevýhodou je otázka, čo ďalej. Viete si predstaviť, že by mohlo mať aj ďalší život? Určite. Kde napríklad? Kdekoľvek. A ďakujem všetkým, ktorí sa na organizácii tohto podujatia podielali. Nie je to jednoduchá záležitosť, hlavne pri dnešných ekonomických a všelijakých iných okolnostiach, ale som nesmierne šťastný a vďačný Bohu, že sme to dotiahli až do takého konca. Z Košíc, Vlado Seman.